Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétekre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca, egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom evédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért búslakodsz, kis katica bogár? Kérdezte Babócát. Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém, mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle, bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca a földre huppantak meglepetésükben. A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld tel is tele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegésztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A vízi csiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bárcsak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó.
Hiszen vannak rokonaid, Bogyó. A vízi csiga is csiga, mondta Pihe a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízi csiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá, kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót, vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csiga fiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízi sikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van! Kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolta Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Pihe síjel. Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síjelni. Mindenkinek van síléce? Kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csiga fiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe a lepke lány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla.
Együtt fúrtak, faragtak, simára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül piherezketett. A lepkelány nem tudott síelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat. Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek. Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát. Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepkelány hiányzik. Pihe nem is tud síelni, mondta kétségbe esve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kis barátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepkelányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepkelányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Ne síjel mindent, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síjelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm, mosolygott a lepkelány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepkelány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendel, és zenélni kezdett a jégcsapokon. A többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepkelány körül. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csigafiú még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézenfogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant.
felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó! Segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumplibogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló szöcske kislánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Fújja a sárkányt a szél! A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó! Majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába. Ne félj, nem ütöd meg magad. Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó. Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel-le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú, Babóca a katicalány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el, sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katicalány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csigafiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő,
Pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte moha tetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival.